Húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe, nagy csütörtökön az egyházak az utolsó vacsorára, nagy pénteken Jézus Krisztus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékeznek. Nagy szombat az egyházi év legcsendesebb napja, Húsvét-Vasárnap pedig a feltámadás ünnepe. Ezekben a napokban rendszerint sokan szívesen indulnak útnak, hogy családjuk körében éljék meg az ünnepet, vagy aktív kikapcsolódással töltik a hosszú hétvégét, felkeresnek egy-egy turisztikai nevezetességet. Idén azonban minden más volt. A városok, falvak üresek voltak, nem fogadtak vendégeket, a várok, kastélyok, kalandparkok, a templomok is üresek voltak a hívek otthon voltak kénytelenek megélni a húsvét lelkiségét. Az ünnepléshez, a hagyományok megtartásához ebben a vészterhes időben is ragaszkodtak a közösségek. Televíziónk is szeretett volna mindehez hozzájárulni, így már az ünnep előtti vasárnapokon és nagypénteken a történelmi egyházak képviselőinek gondolataival igyekeztünk segíteni a lelki felkészülést. Húsvét vasárnap római katolikus szentmisét, úrvacsorás református istentiszteletet közvetítettünk sátoralja új helyből, illetve levetítettük a 2003-ban rögzített görög katolikus szent liturgiát. A katolikus egyház hagyományaihoz tartozik a húsvét-vasárnapi pászka szentelés. Miután a templomokat ezen a napon sem lehetett látogatni, több településen ötletesen oldották meg az ételszentelést. Füzer plébánosa például autóval járt a körbe a települést, és a járványügyi előírásokat betartva a kapukba kihelyezett hús- és tojásételeket áldotta meg. A kijárási korlátozás a locsolkodás megszokott módjának is gátat szabott. Azonban sorra születtek az online locsolóversek, és csak a képzelet szabott határt annak, hogy a fiúk, férfiak a világháló segítségével hogyan öntözték meg hölgyismerőseiket.